A turisztikai hotelklaszter azzal a szándékkal jött létre 2012-ben, hogy elősegítse az észak-magyarországi régió idegenforgalmát, wellness, gyógy- és borturizmusának fejlődését. A klaszternek jelenleg több mint 30 tagja van, többek között szállodák, borászatok, turizmusban érintett cégek. Számukra és leendő tagjai számára negyedévente tartanak szakmai tanácskozást, a most megrendezett találkozót hatékonyságot turizmusban címmel szervezték. Bányainé Micski Marianna a klaszter elnöke szerint a hatékonyságot főképp összefogással tudják növelni. Csak közösen, közös célokat, közös utat kijelölve tudjuk megtalálni, vagy elérni a célokat, mert igazából a turizmusban egyedül érvényesülni gyakorlatilag nemhogy nehéz, ma már lehetetlen. Önmagában egy egységet, egy szállodát, egy éttermet eladni nem lehet, csak desztinációban tudunk gondolkozni, és hova tovább régiókban tudunk gondolkozni. A klaszter főleg külföldi piacokban gondolkodik, az elmúlt évben a lengyel-magyar kapcsolatokra helyezték a hangsúlyt. Első körben a lengyel piac lett számunkra egy olyan terület, ami az észak-magyarországi régiónak kiemelkedően fontos, és az elmúlt egy évben nagyon-nagyon sok munkánk volt benne, hogy érkezzenek ide lengyel csoportok, ismerjék meg minél jobban Lengyelországban Magyarországot, és kiemelten észak-magyarországot. A klaszter tagjai idén Szlovákiára összpontosítanak majd.